meg minden jó. Na srácok, üdvözlök mindenkit, hát mindenkinek először is kellemes hétfő délutánt, még így a munkanapok ellenére is. Ahogy ígértem, Death Stranding itt áll előttünk, harcra készen, és magyar is ugye az alapjáraton. Szerintem a játék elejét ezt be fogom vállalni, meg akarom nézni, hogy kontrollerrel hogyan viselkedik a game. És nem tudom, hogy mennyire lesz benne a harc, vagy mennyire irányítható. Szia, Axiál, üdvözöllek! De mindenképpen kontrollerrel fogom, ha már itt van, akkor olyan használjam. Aztán majd, hogyha esetleg nehézkes lesz a játék menet, akkor átállok billentyűzet egérre, mivel megvan az a lehetőségem. Ugye meg talán beállítgattam a játékot, megnéztem a képernyőt, hogy legalább azzal ne kelljen tökölni, de nálam általában ez van, hogyha minden jó, képernyő, akkor vagy a hang megy el, vagy valami. De szerencsére a feltöltés is jó, azt direkt már csekkoltam a elején, mielőtt elkezdtem. Úgyhogy igazából nem is szaporítom a szót, kezdjünk bele. Csak egy új gémet. És jön, ezt mondom, beállításokat, srácok. Grafikai beállításnál alapjáraton a game nem is tudja a 21.9-es képarányt teljes vászonba, mert nem tud kimenni addig. Nem tudom, miért érdekes. De ami biztos, hogy nagyon jól van optimalizálva, mert a 144 FPS-em az meg is van. Úgyhogy be van full maxra állítva, mondjuk nagyon részletes grafikai beállítást nem láttam. A másik, amit ugye tapasztaltam, hogy az Nvidia DLSS-t azt használom, mivel Nvidia kártya van. Wolverine, szia, üdvözöllek téged is. És quality-re állítottam, mivel most quality legyen. Nem tudom, hogy az érsimítást azt a DLSS miatt ilyenkor kilövi, de talán nem is lesz 2K-ba szükség rá, hogy játszunk így. Minden más belőttem. Na, kezdünk egy új játékot akkor innen, és akkor jó szórakozást mindenkinek. És hát a nehézségi fokozatokban, ahogy látom, van itt 5 nehézségi fokozat. Ja, hogy nyomja hozzá automatikusan, na király, csúhi, szia, üdvözöllek! Ő nem tudom, mert volt neki baja? Ezt látod, fogalmam nincs. Ezt most tőled hallom először. Na, azt mondja, hogy 5 nehézségi fokozatunk van, van egy nagyon könnyű. Azoknak ajánlott, akik nem vagy alig rendelkeznek gyakorlattal az akciójátékokban. A játék ezen szinten csak kevés kihívást tartogat, így szinte bárki képes eljutni a történet végére. Azt van a könnyű fokozat, azoknak ajánlott, akik az akciójátékokat nehéznek találják, élvez a történetet, és játék csak mérsékelt kihívásokat tartalmaz. Van a normál, azt mondja, hogy valamelyes gyakorlata már rendelkeznek az akciójátékokban, a kihívásokkal teli játékmenet és a történet élvezete egyaránt hangsúlyos, szóval itt egyensúlyban van hozva a kettő. Nehéz szint az azoknak ajánlott, akik ügyesek az akciójátékokban, ez a nehézségi szinten a játék végjátszása a legkülönbözőbb képességeidet teszi próbára, azonban igazi sikerélményt nyújt. Természetesen a csatorna jellege meg az én hülye megszokásom, a rage, mert engem a rage életet, nagyon nehéz fokozaton fogok nyilván játszani. Azoknak a játékosoknak ajánlott, akik különösen jók az akciójátékokban, kézbesítések és harcok nehezebbek, de a játék befejezése ezen a nehézségen elismerő pillantásokat vált majd ki minden. Mi az hordártásból? De őszinte leszek, srácok, szia, üdvözöllek, szép napot! Hogyha a Gears 5 végment a legnehezebb szinten, ahol aztán volt anyázás, és hát ugye ott azért a achievement meg is mutatta, hogy azt nem sokan vállalták be, akkor ez is végig fog menni. Úgyhogy nagyon nehéz szinten betoljuk, és akkor tényleg mindenkinek jó szórakozást. A betűméretet ezt meg szeretném tőletek megkérdezni, hogy melyikre állítsam. Mert nekem mindegy, ti meg nem tudom, hogy mennyit érzékeltek a streamből, de talán, ha jól látom, a nagy az jobb lenne mindenkinek. Azt mondja, hogy... Mert ugye ez a feliratnak a betűmérete lényegében.
Rárakom nagyra, és úgy jobban olvasható. Maradjunk ennyibe. Na, akkor induljon a balhé. Viszonylag gyorsan tölt. Képernyő fényereje. Ásd be a fényerőt, hogy a jobbra lévő kép látszon, de a balra lévő ne. Hát a balra lévő képet azt én nem látom, úgyhogy szerintem így jó. Ja, be is állítottam a nagyra, okés. Hát figyelj, Ed, ismersz, úgyhogy biztos lesz majd olyan pillanat, amikor ki fogok fakadni, ezt elvonulok sírni a sarokba, de azért végig fogom vinni, mert mindent végigviszek. Az igen, állítsam be a születésnapomat. Ennek lesz akkor valami jelentősége a játékba, gondolom. Statisztikai elemzések kimutatták, hogy Dooms képességek PC-n születési napjától függően változnak, képességeit szintjének megállapítása az ad maga születésnapodat. Ej, na jó. Oké, adjuk meg a születésnapunkat. Mivel tekerem a cuccot? Ja, így, oké. Hónap. 05. 06. És akkor csináljunk bele egy 20-ast. Oké, június 20. Évet azt nem kell megadni, azt nem. Jó. Ez születésnapod? Ez. 0 éves vagyok, hello. Most születek újjá. Azt mondja, megfigyelések szerint a vízjegyek, mint a rák, a halak, a cet, a delfin és a gigász alatt születettek magasabb szintű Dooms képességekkel rendelkeznek. Hát az cocó, mert én ikrek vagyok, bár ez a cet, meg delfin és a gigász, az nem tudom, hogy hova sorolható. Egyébként rájöttem, én azért vagyok ilyen rohadt makacs, meg hiszt is, mert ikrek vagyok, bassza meg. Nem, mint hogyha hinnék egyébként az egben. Uha, micsoda armor ez. Jaj, basszus, én azt hittem, ez már a játék, ez a Kojima logó. Jó van. Hirtelen ezt mondom, világűr, what? Kötél és a bot. Na, once there was an explosion. A bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Sony Interactive Entertainment presents. Egyébként a Kojima-nak nincsenek rossz játékai, sőt, kifejezetten jó játékokat csinálnak, ha minden igaz. Átlagban egyébként nekem minden egyes játék úgy tetszik. Meg minden játékban is vannak olyan részek, amik nyilván nem, de hát most az meg már mellékes. Például a Crysis-szel is nagyon el voltam a hétvégén, végiggyalultam, és így egybe látva, egymás után végigjátszva, tökre meg lehet érteni a sztorit, tök jó. Jók a zenék! Ugye, hogyha a Twitch baszakodik, akkor úgyis van három lehetőségem a bannig, úgyhogy megnézzük elsőre, mi lesz. De én megvettem egy játékot, amit közvetítek, most innentől kezdve. Nem értem ezt egyébként, ezt az egész dolgot. Mert az, hogy YouTube-on majd rárakom videóimra egy ilyen
hogy a zeneszerzők fogják kapni utána a zsét, oké, rakják rá, de itt például nem értem ezt. Jó néz ki. 60-as FPS-en van lokkolva az átvezető, azt már látom. Egyébként imádom ezt a színészt, ezt a fickót, ezt nagyon szeretem. Szia Desert, szia, üdvözöllek, köszönöm szépen, haver. Ez mi volt? Kiszürkült a haja? Ja, mert itt az eső öregít, ha jól tudom, ugye? Vagány az a motor. Hoppá, hoppá, itt egy szőr. Hoppácska. Szép, szép táj, jó környezet. Ja, akkor az állatok is azért menekülnek. Nézzétek ezt a második szarvast majd? Ezt én egyszer ma már megnéztem. Ott figyeljétek! Nézzétek, nézzétek! Leesik szegény, nem tudod felmászni. Aha, estek le a madarak. Ez a spiné. Igen, legjobb. Motor oda vész. No. Great. És most ez a ruha egyébként akkor megvéd engem az esőtől, de az arcom nincs is eltakarva. Na, eddig néztem meg a bevezetést a kép miatt, meg ilyenek miatt. Én szerez vissza a rakományodat a... Jó. Szóval, szerez vissza a rakományodat, aztán keres menedéket az eső elől. Itt meg van egy kiosztásom. Jól van. Megragadás bal kézzel, megragadás jobb kézzel. Csak. Ja, a hátamra rakom. És ott van a cipelhető tömeg 120 kilóig van terhelhetőség. Aha. Alapból magyar, igen, Desert. Rakomány szkenner. Az jó egyébként az a rakomány szkenner, mert így meg lehet találni mindent. Ott lent is lesz majd. Jó széthullott ez a cucc, amit hoztam magammal. Terep időnként eljött. A kézbesített rakományokat is találhatsz, ha a rakományt jó állapotban leszállítod, rendet és eljér a növeltött népszerűséget. Ja, szóval, hogy azon felül is, amit én elhagytam, lehet találni még plusz ilyen rakománycuccot. Aha! Jól van. Egyelőre kontrollerrel nagyon smooth az irányítás. Alval lehet ugrani, és az alval is lehet mászni. Oké. Okay. Egyébként, srácok, igazolódik, amit én mondtam két hónappal ezelőtt, amikor olvastam, hogy a Sony bejelentette, hogy minden egyes játékát a PC-vel közösen fogja megjelentetni, és akkor engem valaki lehülyézett majdnem, hogy... És hát most jönnek sorba a videók, hogy mik fognak átírásra kerülni, többek között a Last of Us is jönni fog a PC-re, úgyhogy igazam volt, mert ahogy az Xbox is, a PC-sek nagyon jól járnak, mert mind a két platformról meg fogják kapni az összes játékot a jövőben. Visszamenőleg is és a jövőben.
lapácska? Húha. Miért szomorú Ed? Miért lenne ez szomorú hír? Az Xbox meg a PS ugyanúgy tud versengeni, mert egymás között nem fognak cserélődni a játékaik. Ezt nem láttam így is szomorú. Ez mi a pöcs? Ez valami szörnyeteg? Ez már jött utána, amikor motoroztunk is, nem? Ez az a csajsz, aki ott állt az esernyővel? Express, de ez az azért van szállítós ruha. Várjál, hogy van az? Ja, tud kéne járni. De néztem a főszereplőnket, mert most is látszik, hogy ő rajta vannak ilyen kéznyomok. Gondolom, ez később kiderül, hogy az miért. A teste tele van ilyen kézlenyomatokkal. Őt akkor gondolom már megérintették ezek, vagy nem tudom. Baj, kb. Agyalunk majd, időnk lesz. Ahogy látom, ez a szörny, ez a láthatatlan valami, ez a vizuális nem tudja érzékelni ezek szerint. És ahova lép, ott elsorvad minden, vagy ez mi? Érdekes. Ugyanakkor épp azt hiszem, amikor ránk csöppent az az esőcsepp, akkor olyan volt, mintha egy ilyen allergiás reakciót váltott volna ki, ugye bevörösödött teljesen az egész karja. Kíváncsi leszek. Ja, igazad van, már kinőtt a földből, igen, tényleg, valóban. Mert először kinőttek, és utána el is sorvadtak. I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. Lol, a csaj annyira megfogta a karját. Like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Yeah. Ez nagyon jó, mert meg az eredeti szinkron hangját is megkapta. Ment a szél. Sam Porter Bridges. Ez nagyon the jó. Man who delivers. Nagyon sok Walking Dead-et nézek, és nem csak magyarul, hanem ugye angolul is. És hát, igen.
szinkronot azonnal meg lehet ismerni, és hát az eredeti hangját. Ott a fehér, ja. A crypto buy at a day keeps the time fall away. Jó étvágyat. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traders. Not much left of us now, save for a few honest folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries, that's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Na, összepakoltuk a motyót. Headed into town. Várjál, most akkor... Those things never stay gone for long. Most akkor nem ütöttük el a csajt, csak úgy tűnt. Az elején. Nem nagyon értem. Ja, értem. Hogy csak az árnyő maradt ott, azért is van kicsit meggyepálódva. The time pool fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. Aha. The past just won't let go. I'll see you around. Úgy könnyű kézbesíteni. Grafikailag nagyon jó game. Na, szedjük össze a maradékát a cuccnak. Jön is így egy vagy több szájt, mert akkor gyógyszerből, igen. Vér és állóképesség kijelző, vörösszínű csík a vérkijelző, elérre nullát szem meghal, a kék csík az állóképesség kijelző, ahogy fogy úgy lassú szem mozgása, és úgy válik számára egyre nehezebbé, hogy megőrizze az egyensúlyát. Na? És van egy tasse. Na, még 100 kilót tudunk vinni. Na, várjatok, várjatok. Elméletileg ott lent láttam a gödörben ugye még egy ilyen dobozt. Nyilván itt nem fogok leugrani, de itt le lehet oldalt menni. Na nézzek erre. Nagyon jól irányítható kontrollerrel amúgy. Ho-ho-ho-ho-ho-ho. Ja, hogy az ilyen? Aha. Itt figyelni kell, gondolom lehet taknyolni benne akkorát, mint a hólajtó. Ja, mert így most látom, hogy teljesen nem a modellezve a valós mozgás. Az igen, az szép. Na majd itt szerintem fogok egy kurva nőt zakózni. Na jó, nem, fasza. De ott van a cucc. A vízen azon keresztül lehet menni? Mondjuk nagyon más választásom nincs. Ó, itt van egy cucc. De jó.
tudom, srácok, igazság szerint ránézek, mert ne legyen baj. Hangbeállítás nem jön. Dice. Igazából nincs olyan hangbeállítás, hogy... Rajmi, szia, üdvözöllek. Meglátjuk, hogyha kapok értesítést, akkor hát meglátjuk még mi lesz. Egyelőre nem tudok rá mit mondani. Jó néz ki. A vízesés is nagyon jó. Don't be so na, ezt meg kell tanulni kezelni. Meg is volt az első zakó. 23 kiló. Próbálok. Motor az hova esett le? Ugye volt egy motorunk, de az úgy elcsúszott előre. Ez lehet meg se lesz, mi? Baszki. Első az nyertével. Aha. Építeni kell. Ja, akkor ahhoz gondolom kell farmolni itt a ládákat. Jó, az nem baj. Ajha, de jól néz ki. Tök jó. Itt is van valami láda. Majd próbálom a finom kontroller irányítást használgatni, és akkor nem fogok annyira lemenni a lehető. Oda kéne menni, mi? Várjatok csak! Azt mondja, hogy ez mi, ez duzzasztógát? Aha. És itt nem is lehet tovább menni, ha jól látom, itt kell lemenni. Áj, áj, áj. Na, ugye itt kurva nagy a sodrás, úgyhogy ez lehet, hogy ott kéne átmennem, ahol keskenyebb az egész. Mert el fog vinni. Már látom. Megpróbálok szikláról sziklára menni, hát ha. Á, jó, lehet trükközni ezzel a sziklára való felmászással. Jobbra próbálom húzni a árvíz miatt, vagy a folyó miatt. Oké. Okay. Jó, rá lehet érezni, csak kell egy kis idő hozzá. Jó lesz. Okos gyógyszer. Köszönöm, 4 kiló. Hossza. Azt a kurva a végén, hogyha ez 24 kiló százszékterhető, akkor a végén meddig fog kiérni oda a városig? A hátamon a cucc. Ezért hagyjad már, ez nagyon durva így. Ha, ott is van. Ha.
Egyébként az, hogy ilyen környezetbe kell így szaladgálni, az nekem tök jó izgalmassá teszi, mármint hogy így szeretem az ilyet a látvány miatt. Sok román. Aha. Ezt már felülre rakja. Aha. Így megfogja a szíjakat. De jó! Amikor egyensúlyoz, akkor lényegében megfogja a szíjakat a vállánál. Táskának a szíjait. Tök jó. És csak menjek arra előre? Hát, hogy lemegyek a sima placra, úgy jobban járok. Rakomány lerakása Y. Gec. Futás. Abbahagyása. Hát futni nem nagyon kell szerintem most így a dombon. Rudy, szia, üdvözöllek! Ez itt mi? Igen, tényleg boldog nőnapot minden egyes nőcinek a csatornán. Meg azon túl. Beginning scan. Cargo verified. Thank you. De hogy az egy szkennelő is, ahogy átjöttem, olyan mint egy határvonal. Ó, ott is van még valami. Vigyük. Azt a kurva. Meg is szakadnék ennyi cuccal a hátamon. Ja, vagy? Mi ez? Baszki, megbotlott a köven. Ez tényleg nagyon jól van modellezve. Hát, ez egy tori játék. Hú, baszki, ez ilyen szállítmányozós cucc. Beginning scan. Cargo verified. Thank you. Hú, szerencsétlen, alig bírja el a motyót. Nagyon mély sztorija van ennek a játéknak. Magyar az egész, ráadásul már magyar feliratos. Hát, amúgy én is. Az a hely az mi? Ott le lehet élni. Optimalizálni? Várjál. Ez nem az. Van itt ilyen energiaital, de gondolom ez nem kell nekem most. Meg van itt szemüveg is. Hát optimalizálni nem tudom, hogy hogy kell. De, várjatok, van itt kiosztás. Pózmódosítása talán? Nézzük meg a pózmódosítását. Ja nem, ez a googolás. Invertori? Várjál, nézem, hogy hol lehet előhúzni az invertorit. Van kiáltás. Anybody home? Lol, van kiáltás. Tárgyak kiválasztása, azon túl vagyok. Mozgatás, futás, kamera, mászás, ugrás, póz. Levegő visszatartása. Aha, szóval, hogyha jönnek ezek a hülye dögök, akkor azok tényleg vizuálisan nem érzékel, de a hangra igen, gondolom ott kell visszatartani a levegőt. Brutál. Egyelőre nincs invertorim. Legalábbis
Mindegy, bejövök ide szépen. Geci. Na, kézbesítés. Kért Arkoin kézbesítése. Hú, várjatok, megőrülök, mi van itt? Ja, ez csak azt, hogy... aha. Részleges kézbesítés. Ez csak így kilistázza, hogy mik vannak, amilyen kapok plusz lájkot. Mert itt a fő, amit nekem kellett, meg ezek a találtak, gondolom. És akkor ez azt jelenti, hogy megerősítem azt ennyi, ugye? Kaptam egy achievementet. Jó, az első feladat akkor teljesítve is lett. Delivering cargo. What took you so long? It's not like the legend to come in late. Had to wait out the storm. Lost my bike. Sounds like you've been through the ringer. Ja, én egy legenda vagyok. Nagyon jó. Luckily our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so... great work. We'll be awaiting the next delivery. Nagyon jó. Zármas sérülés, mondjuk azt elbasztam. Egyszer, hogy elestem, gondolom annyi elég is volt. Másfél kilométert utaztam. Mert is adott valami achievementet. Érdekes. Ja, köszi szépen, Rudi! Azt mondja, hogy... ez mi volt? Lehetett volna még találni kint a mezőn cuccot, csak akkor nem jól jártam körbe? De szerint igen. Jó, ezekkel taknyoltam egyet. Lájkok. És itt várjál, itt a fizetőeszköz az hogy van, vagy? Hordár fokozat, hordár. Hordár, ja, fokozat 6-os. Aha. Egyelőre nem nagyon értem, mi lesz a lényeg, de majd biztos, hogy rájövök, nyilván, ahogy haladunk. Na, kapjuk a következő megbízatást, fasza. Sam Porter Bridges. Bridges corpse disposal. Sam Porter, I presume? Right. Not the touchy-feely type. Takuma said you had some kind of phobia. Bridges corpse disposal? What happened? Look,
Gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Érdekes. Udalmasítés. Come and take a look. He's got a date with the incinerator. Yeah, jó kérdés, Rudy. Nem tudom. How long since he flatlined? We don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. Srácok azt mondják, hogy motort azt lehet építeni. Not sick. This is a suicide. Oh, Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with BTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. You put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you with dooms. Doom syndrome, yeah. Bár várjátok, hogy van ez, hogyha valaki nem égetik el, akkor a nekrózis mivel változik át? Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. Azok a láthatatlan szörnyek, mi? A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Lol, hát az magzat. Makes me feel like shit every time. Miért van ott nála ez? You are plugging into the other side. Freaks me out too. Lol, azt a... Roll out! Milyen agresszív. Szia, expert! Szép napot neked is! Üdvözöllek! Ja, Rudi, majd a izébe építek. A Fallout 4-ben lesz az is a héten, úgyis. Ott folytatom az építkezést, ott lesz mit építeni. Different when na, I was a kid. America is a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Ez olyan, mint hogyha valami fotóról rakták volna be a textúrát. Hard to imagine it now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition. And if you were lucky enough to survive, the timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. The worlds of the living and the dead all mixed together. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Ja, köszi, expert! Egy előre nekem is nagyon bejön. How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Shit! We're up to cut to the BTs! Most is mindjárt beérik, azt mondja. Jönne a vihar, nem? Ja, esik az eső fel és rakták a csukját. Ez nem néz ki. The engine stalled.
Those assholes got us right where they want us. Get us out of here. Sam, I didn't see anything. No, nothing. Mi nincsenek lábnyomok, addig nincs baj. This BB must be faster or something. Hova? Terjed. Teri gáz, haver. Az arcát, hogy védi meg a esőtől az a cucc. Sofőrnek harangoztak szerintem. Kell tisztatni a levegőt. Azt hiszem, hogy B-ben. A hangok is amúgy. Vele most akkor mi lett? Ja, most már látom, akkor ő is olyan izé lett, olyan P.O. fasz. Kifli mágus, halihó, szia-szia! BB-cső. Sorry. Hát annak abban a pillanatban kampó volt, amikor beszorult a kocsi alá már.
De olyan, mint a Star Warsból jött volna. Minek lövi őket? Nem tudta magát fejbe lőni. Az igen. Azt a rohadt életbe, az azért ez kemény. Meg tudnátok csinálni? Én biztos nem. De amint lesz PC-re Last of Us, azonnal fogom tolni. Picuk a kapitány. Csúly szerint a késelős részre értette a lehetetlent. Jaja, gondoltam, hogy arra érted. Igen, mert aki beerős az élni akarás, aztán az úgyse tudja megcsinálni. Bennek ilyen Marvel kapitányok. És akkor ez volt a prológus? Ezek szerint. Azért... kaptunk információt bőséggel. Fürös ruhás nő. Mint a Matrixba. My fair lady.
Most álmodik amúgy, vagy ez most itt micsoda? Repatriálás. Sam repatriált, vagyis ha megölték, képes visszatérni az életbe. A szegény... Ja, mi az? Szegénynek nevezett helyről a szegélyen kövesd a fonalat, vagy Sam lelkét visszavezesd a testéhez. Ja, hogy van ilyen? Aha. Mi volt? Értem. Szóval akkor ezek a Dooms képességű emberek, ami végül is a karakterünk, ők akkor képesek repatriálni, hogy meghalnak. Mi az, mondjuk patrióta, vagy mi? Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. Ezt ugyanazt mondja, mint az elején. And then came the next explosion. Várjál már. An explosion that will be our last. Most olyan robbanás volt, ahogy atomháború volt, vagy mi a szar? Az első robbanás az a nagy boom nyilván, amiből a állítólag az életet eredeztetik, mert hogy az univerzum születését, azt vágom. Második robbanására utalok, hogy itt atomháború volt. Az olvasgattam ezeket a tippeket. Na. Jó, mehetünk tovább. Ez tényleg egy igazi story game már, mint olyan téren, hogy rengeteg átvezető van, és ez tök tetszik. Nem, mint hogy a filmet nézzen az ember. Epizód 1, Bridget. Oh, you're awake. So, how does it feel to be back in the world of the living? Don't worry. I'm a doctor. Well, a coroner, originally. Oké, Ricsi. Call me Deadman. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never actually died. I would advise against that. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yup. Bridges.